Mindenkit szeretettel köszöntök a mai előadásomon, amelynek témája az időmértékes verselés. Mikor erre az előadásra készültem, azon gondolkoztam, hogy vajon miért áll olyan távol tőlünk ez a téma, időmértékes verselés, egyáltalán maga a verselés kérdése, ütemhangsúlyos verselés és más hasonló egyéb kérdéskörök. Valószínűleg azért ezt a választ találtam erre a kérdésre, mert ma már nem énekeljük a verseket. A 16. század előtt viszont minden verset alapvetően énekelve adtak elő, és az éneklés során megszokták, hogy a beszédünkben nem csak szavak találhatók, nem csak a versnek nem az egyetlen kritériuma az, hogy a szavak a sorok végén összecsengenek, ez az, amit rímnek nevezünk, hanem a beszédünknek van dallama, és a beszédünknek van hangsúlya, a beszédnek van lejtése, és így tovább. Tehát ez az éneklés során derült ki. Ma viszont már nem énekeljük a verseket, és éppen ezért azt hiszem, hogy valóban eléggé távoli tőlünk ez az egész kérdéskör, amivel viszont feltétlenül foglalkoznunk kell. Tehát az első alapvető állításom, hogy a vers az nem attól vers, hogy a sorok végén a rímek összecsengenek, hanem lássuk azt, hogy mitől. Itt alapvetően a mai előadásban kétféle, illetve a kettő közül is csak az egyiket fogom részletesen kibontani, tehát kétféle két verselési módról fogok beszélni, de ahhoz, hogy megértsük az időmértékes verselés miben létét és jelentőségét, ahhoz egy picit vissza kell nyúlnunk az ütemhangsúlyos verselés kérdésére is. Vannak ezen kívül másfajta verselési módok, de ezek elsősorban a kelet-ázsiai, például indiai vagy kínai költészetre jellemzőek, és éppen ezért mi ezzel nem fogunk foglalkozni. Alapvetően tehát az ütemhangsúlyos verseléssel, illetve az időmértékes verseléssel találkoztok a gimnáziumi tanulmányaitok során. Lássuk először, hogy a kettő között mi az alapvető különbség. Az ütemhangsúlyos verselésnek az alapja a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozása, és alapegysége az, amit úgy nevezünk, hogy ütem. Hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozásáról van tehát szó. Magyarban általában a szavaknak az első szótagja, amire a hangsúly esik. Az időmértékes verselésnek ezzel szemben az alapja a hosszú és a rövid szótagoknak a váltakozása. Tehát egy szótag az lehet hangsúlyos és hangsúlytalan, lehet hosszú és lehet rövid. Az alapegysége az időmértékes verselésnek pedig az úgynevezett versláb. Ha ezt a két dolgot megértettük, és szerintem ebben a legalapvetőbb az, hogy minden egyes szótagnak lehet hangsúlyos és hangsúlytalan változata, lehet hosszú és rövid változata, és az előző, az az ütemhangsúlyos verselésnek az alapját képezi, az utóbbi pedig az időmértékesét, akkor már szerintem a lényeget megértettük. Nézzük először az ütemhangsúlyos verselésre egyetlen példát. Ez a felező 12-esnek nevezett magyaros ritmus. Ez például Balasi Bálintnak, a borívóknak való kezdetű versében is feltűnik. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ahogy említettem, a magyarban általában a hangsúlyok a szó első szótagjára esnek. És ezt úgy szoktuk felosztani, hogy először is szótagoljuk magát a versort, és megnézzük azt, hogy hol vannak ezek a szünetek, úgynevezett cezúrák a versben. Óén édes hazám 4-2, utána jön egy nagyobb cezúra, nagyobb szünet. Te jó. Magyarország, ez pedig 2-4. A következő sorban kikereszténységnek viselet pajzsát, ezt is, ha megnézzük a felosztásban, akkor 4-2-3-3-ra jön ki a cezúra után. Viselsz pogányvérrel festett éles szabját, 2-4-4-2, és végül az utolsó sor, vitézlő, oskola, immár Isten hozzád itt pedig 3-3 és 4-2. Látjuk azt, hogy nagyon szép szimmetrikusan jön ki ez a vers sor. Tehát mit vizsgáltunk itt ebben a vers szakban? Azt, hogy a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok hogyan váltakoznak. Most viszont térjünk rá tulajdonképpeni témánkra az időmértékes verselése. Ahogy mondottam, az időmértékes verselésnek az alapja a versláb. Ezen belül is a verslábnak van egy fajtája, ami a rövid, egy darab rövid szótag, amit idegen szóval, ezt jegyezzük meg, úgy nevezünk, hogy mora. Ez egy latin kifejezés egyébként, tehát az egy rövid szótag, ez az alapja a verslábaknak, amit úgy nevezünk, hogy mora. Ha két rövid, ver, két rövid szótag kerül egymás mellé, akkor beszélünk Két morás verslábról, és ez a két rövid szótag, ez megfelel egy hosszú szótagnak. A következőkben azt kell áttekintenünk, és ha ezt is megegyezzük, akkor tulajdonképpen kulcsot kapunk a időmértékes verselésnek a megfejtéséhez, hogy mit nevezünk a magyarban rövid és hosszú szótagnak. Itt egy-két példát írtam ide, erre a diára, például a le, a kötőjel azt jelenti, hogy ez egy szóból kiragadott szótag, aminek nyilván van folytatása. Ezt úgy nevezzük, hogy nyílt szótag, mivel egy másolhangzóból is egy magáhangzóból áll. Ebben a nyílt szótagban ez esetben egy rövid magánhangzó van, mert az E az rövid magáhangzó. Ugyanakkor ez lehet hosszú is, például a lé változatban, nyílt szótag továbbra is, mivel csak egy másalangzóból is egy magáhangzóból áll, de ebben már hosszú magánhangzót találunk, tehát mivel hosszú a magánhangzója a lé-nek, ezért hosszú lesz maga a vers láb is. Meg. Ez egy zárt szótag. Miért zárt szótag? Mert a középső magánhangzót két másolhangzó keretezi, ezeket hívjuk zárt szótagnak, és a benne lévő magánhangzó az pedig rövid meg. Ez rövidnek számít a magyarban, de lehet hosszú is. Például hogyan? Úgy, hogy ezt a zárt szótagban lévő magáhangzót meghosszabbítom, vagy kicserélem egy hosszúval, például a még szó ilyen, vagy az egyik másolhangzót kettős másolhangzóval váltom fel, például ilyen a megy. Ez is zárt szótag, de hosszú másolhangzóval. Tehát ez esetben hosszú maga a szótag. Hát remélem, hogy ez a kis rövid áttekintés, ami két példát adott, elegendő lesz ahhoz, hogy megegyezzük, mert majd mindjárt fogunk látni valóságos példákat, és akkor leerenőrizhetjük, hogy tényleg megértettük-e, hogy mi a rövid és mi a hosszú szótagnak a lényege. Ahogy említettem, az időmértékes verselés alapját a verslábak képezik, és ezeket a verslábakat a moráknak a száma szerint osztjuk fel. Két morás verslábot bocsánat, két, két morás verslábot. most szándékosan nem hoztam, egyetlen egy darab van ebből, az úgynevezett Piri Hughes, ami egy kardtánc volt eredetileg, tehát ez egy olyan ütem, ami két rövidből áll. Piti, 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 piti. -pi. A felsorolást a három morás verslábokkal kezdem, amelyek közül a, az első, a három rövid mora, ezt idegen szóval tribrahűsznek hívják, és alatt a sárgával láthatjátok azt, hogy mindegyikre egy példaszót választottam, ami bevett a verstamban, és hogyha ezt valaki megtanulja, akkor már tulajdonképpen nem felejti el, hogy mi az a tribrahűsz. Tehát szapora, szapora. Ugyancsak hárommorás, egy rövid és egy hosszú, ebből két fajta van. A rövid, hosszú, ez amit úgy nevezünk, hogy jambus, ezt nagyon érdemes megtanulni, mert, mert egy nagyon-nagyon fontos verslábról van szó. Ez például a szökő, szökő szóban figyelhető meg. Ha ezt megfordítjuk, tehát elő van a hosszú szótag, utána következik a rövid szótag, akkor trocheusnak hívjuk, és ez a lejti, lejti szótag. Négy morás verslábakra térjünk rá. Ez azt jelenti tehát, hogy vagy négy rövid, vagy két hosszú, vagy két rövid és egy hosszú van, szótag van ezekben a verslábakban. A hosszú, rövid, rövid, ez az úgynevezett daktilus, ezt is érdemes megegyezni. Egyébként a daktilos az görögül mutató újat jelent. Például ilyen a lengedi, lengedi, hosszú, rövid, rövid. Ha ezt megfordítjuk, tehát előre kerül a két rövid versláb, akkor anapestusról beszélünk, lebegő, lebegő, anapestus. Ha két hosszú szótag van a verslábban, akkor az spondeus lesz. Erre példa a lassú, lassú, lassú. Itt egy picikét megállnék, és elmagyarázom azt, hogy mitől lesz a lass, lass szótag hosszú. Attól lesz, figyeljétek meg, hogy itt is egy zárt szótagról van szó, amelyben rövid magánhangzó van, igen ám, de a következő, tehát a zárt szótag után következő az szótag, az mással hangzóval kezdődik, és éppen ezért meghosszabbodik, tehát a lassú, emiatt lesz az első szótag is hosszú. És végül van egy nagyon különleges és furcsa négymorás versláb, ez az úgynevezett prokeleusmatikus, nagyon viccesen hangzik, ez a futamodi, futamodi, ti -ti -ti ti, ti 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 futamodi. Gyorsan térünk rá az ötmorás verslábakra, amelyek viszonylag ritkák, de hát azért gondoltam, hogy felsorolom őket, legalábbis a legfontosabbakat. Itt van a Bachius, titátá, titátá, toborzó, toborzó, ez a megfelelő példaszórá. Aztán itt van a pályón, tititita, -ti tá ti -ti -ti például a pici szökő. Hát ez nagyon furcsa egy szóképződmény, ez a pici szökő, de ezzel szokták általában a verstanok ezt a pályont illusztrálni. Ott van a krétikus, tátitá, tátitá, ugrató, ugrató. És legutoljára nézzük a hatmorás verslábakat, amelyek közül kettőt mindenképpen szeretnék kiemelni. Ez a kicsi jónikus, vagy latinul jónikus aminore, ez a pici lépő, pici lépő, ti-ti-tá-tá, Tehát elől van a pici, és utána van a hosszú, vagy elő van a rövid, és utána van a hosszú. Ha ezt megfordítjuk, előre kerül a hosszú, utána lesz a pici, vagyis a rövid. Nagy ionikusnak hívjuk, vagy ionikus a maiore latinul, lépő pici, lépő pici. Ott van aztán a koriambusz, aminek a ritmus képlete tá, ti, ti ta, lengedező, lengedező, ez a koriambus, nagyon szép ritmust ad. És végül az utolsó, ez egy nagyon lassú sor, ez a Molossos, ez egy nép volt, amelyik a mai Észak-Makedónia területén élt. Ról, nem tudom, hogy miért, de róluk kapta nevét ez a bizonyos versláb. Tá, tá, tá. Tá, 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 andalgó, andalgó. El lehet képzelni, hogyha valaki molosszoszokban ír egy verset, akkor az milyen lassú folyású lesz. Na akkor tegyünk egy próbát, mi az, amit eddig tanultunk, és nézzünk egy-két verset, mégpedig a magyar költészetből természetesen. Az első vers Csokon egy vitéz Mihály tartózkodó kérelem című versének a nagyon ismert bevezető strófája. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüzebánt. bánt, te lehetsz, íri Jasebemnek, gyönyörű kis tulipánt. Próbáljuk meg ezt valahogy ritmizálni? A hatalmas szerelemnek megemésztő tüzebánt. Gondolom, hogy mindenki rájött már, aki figyelt az előző diára, hogy itt Jónikusz aminórékről van szó, vagyis kicsi Jónikuszokban írott vers strófáról. Vörös Sándor híres volt arról, hogy nagyon szerette az időmértékes verslábakkal való játékot. Én nem is nagyon ismerek olyan verset, ami mint az iménti strófában is található. Na, találjuk ki, hogy akkor milyen verslábakra épül. Jön a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Jön a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Ismerős ugye ez a óvodából talán még, vagy általános iskola alsó tagazatából ez a vers strófa. Vajon hova fut a kocsi, három falun át, vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át. Tehát a kérdés az, hogy ez a jön a kocsi, fut a kocsi, ez micsoda. A helyes válasz az, hogy természetesen Prokeleus matikusokról van szó, tehát olyan négy morás verslábról, ami négy rövidből áll. Hát ilyenekre volt képes Vörös Sándor. Térjünk rá a következőkben a vers sorokra. Ugyanis ezekből a verslábakból, amiket eddig vettünk, vers sorok épülnek fel, és ezek közül én most csak talán a három legfontosabbat szeretném nektek megmutatni. Tehát a vers sorok alapja a versláb. Nézzük először az elsőt, ami talán a legfontosabb most a gimnáziumi tanulmányok szempontjából, de amúgy is a költészetben. Ez a verssor, amit úgy nevezünk, hogy Hexameter. Mit jelent ez? Azt, hogy hat lábból áll. Hat vers lábból áll. A példám az egy nagyon ismert 19. századi magyar versből származik, kisfalodi károlynak a verséből, hősvértől, piros útgyásztérsú hajtva köszöntlek. Illetve a második példám kölcseitől, bús düledékeiden husznak romvára megállék. Mi a lényeg ezekben a sorokban? A lényeg az, hogy mind a hat versláb az daktilikus jellegű, illetve láthatjátok ezen az ábrán, hogy az első négy versláb lehet daktilus és spondeus, vagyis lehet hosszú, rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid, és ezt felválthatja két hosszú hosszú, 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 négy verslában, négy szótagonát. Az ötödik viszont azért van pirossal jelölve, mert kizárólag daktilus lehet. Tehát tá, tápi. És végül az utolsó, a hatodik, az lehet spondeus és lehet trocheus, tá, tá vagy tá, ti. Ez tehát a hexameternek a lényege, hogy hat verslából áll. A hat versláb az alapvetően daktilikus jellegű, de az ötödik az csak daktilus lehet. Nézzünk erre is példát. Vörös Marti Mihály, Zalán futása című eposzából. Régi dicsőségünk, hol késel az éjjé homályban, amit most teszek, ezt régen úgy hívták, hogy deklamálás. Deklamáció annyit jelentett, hogy időmértékben felolvasni egy verset. Tehát még egyszer elkezdem akkor. Régi dicsőségünk, hol késel az éjjé homályban, Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző, fényjel jársz egyedül. Rajtad sűrű fellegek és a búsfeledékenység koszor útlan a lakja lebegnek. Régen így kellett bizony felolvasni a verseket, és ebből is hallatszik, a fülünkkel halljuk, hogy milyen gyönyörű ritmusa van ennek a szövegnek. Térjünk rá gyorsan a második legfontosabb versorunkra, ami nem más, mint a pentameter. Ugyancsak kisfalódi és majd kölcsei verséből idéznék, nemzeti nagy létünk, nagy temetője mohács. Illetve csend vala felleg a szállt fel az éjjeli hold. Figyeljétek meg, hogy mind a két versónak van egy jellegzetessége, hogy középütt van egy cezúra, amit én most megpróbáltam egy szünettel érzékeltetni. Még egyszer az elsőt felolvasom. Nemzeti nagy létünk, nagy temetője mohács. Hogy is néz ki a pentameter? A pentameter onnan kapta a nevét, a penta görögül ötöt jelent, hogy öt verslából áll. Hogy is néz ki ez az öt versláb? Láthatjátok azt, hogy van négy teljes versláb, ezek alapvetően daktilikus verslábak, és van két fél, mégpedig az egyik fél a cezúra, a mély szünet előtt áll, és az utolsó versláb szintén egy fél, így jön ki négy egész és két félből öt versláb, tehát ez alapvetően tá, titi, tá, titi, tá. Itt láthatjátok, hogy az első két versláb lehet hosszú is, tehát lehet spondeus, tá, 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 és a vers sor második fele, tá, titi, tá, titi, tá. Ez tehát a pentameter. Elég ritka az, hogy kizárólag pentameter sorokból hoznak létre vers szöveget. Itt még egy példát mutatok nektek, Juhász Gyula Ovid tavaszdala című versét. Pontusi bús szigeten, gétai táj közönyén. Igyekszem deklamálva felolvasni, és mindig figyeljétek meg, hogy középütt van a cezúra. Római szám kiűzött, átkozom én a tavaszt. Jöjjön a tél az örök, jöjjön az éj a sötét, jöjjön a síra hideg, s a fekete feledés jöjjön a néma halál és a világtalan árny, hádeszi partokon és létei holt vizeken. Szebb nekem, jobb nekem ott, mint tavaszok idején, élni tavasztalanul, s vélni ma Róma örül. Tehát meglehetősen ritka, hogy valaki csak pentameterekből hoz össze egy verset. Miért mondtam azt folyamatosan, hogy ez a két legfontosabb vers sor? Azért, mert ebből a két versorból, hát igazából gondolkoztam, hogy betegyem -e a strófák közé, de végül is úgy döntöttem, hogy maradjunk a versoroknál, létrejön egy különleges dupla versor, nevezzük így, kettős versor, ez, amit úgy nevezünk görögül is, hogy disztihon, disztihon annyit jelent csak, hogy két sor. Miből áll a disztihon? Ahogy a dián is láthatjátok, egy hexameterből és egy pentameterből áll, és ezek aztán szépen váltakoznak egymással általában úgy jelezzük a nyomtatásban a pentametert, hogy egy picit beljebb kezdjük a margót margónál, tehát a hexameter sorhoz képest. És akkor olvassuk fel együtt most már a kisfaludi és kölcsei verset, ami tehát disztihon. Hősvértől pirosult gyász térsú hajtva köszöntlek, nemzeti nagy létünk, nagy temetője mohács. Illetve a husztból, Búcsdüled 20 kuszt vára megállék, csendvala, fellegalól szállt fel az éjjeli hold. És végül a harmadik versort is megmutatnám, ez egy nagyon egyszerű kis versor. Ti táti, 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 ti táti, 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 tát, tát, tát. úgy nevezik, hogy anakreóni hetes, tehát összesen hét szótakból álló vers van szó. Azért érdemes megtanulni az anakreoni sort is, mert ez általában a jambikus sorok, ezek a drámai költészetnek az alapját jelentették, ezek viszonylag közel állnak a beszélt nyelvnek a, ö, beszélt nyelvnek a, a, hangsúlyozásához. Csokonai nagyon szerette az anakreoni sorokat, mint ahogy Anakreon te a címen maradt is fenn jó sok verse. Vad jámbus itt barátom, ha zengjen szerelmet, így szól a árkiloknak, a nakreón De ő saját szülött itt, nem engedély szerelmes dalokkal elpuhítni. Ez tehát az anakreoni sor. Gyorsan térjünk rá a strófákra, amelyek közül csak kettőt, pedig a kettő talán leggyakrabban a magyar költészetben előforduló strófát szeretném elővenni, az egyik a szafói és a másik pedig az alkályoszi strófa lesz. Ezt most én nem deklamálom végig, és nem sorolom végig, majd mindjárt meglátjátok, hogy hogyan lehet ezt legegyszerűbben megkülönböztetni egymástól, hiszen Berzsenyinél például mind a kettő bőségesen előfordul. Ezen a dián jól lehet látni, hogy a szafói strófa az három darab úgynevezett szafói 11-esből és egy úgynevezett adoniszi sorból áll. Az utolsót azt azért lekopogom, tátiti tá, titi, tá, tá. Tehát egy daktilusz és egy Spondeusból áll a úgynevezett Adoniszi sor. Már is nézzük a Bersanyi Dániel osztályrészem című verséből azt a híres kezdő strófát. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam, sok karibdüszközt, sok ezer veszélyben izzada orcám. Itt a ceruza izzada orcám. Ebből lehet megismerni a szafói strófát legelsősorban is, hogy az utolsó sora ez a bizonyos adoniszi tátititátá, izzada orcán. Az alkályoszi strófa másként épül fel. Van két úgynevezett nagy alkályoszi sor, amit szintén 11, vers, láb, bocsánat, 11 szótagból áll, és van az feles jambus, ami a, kilence, a kilenc szótakból áll, és végül van az úgynevezett kis alkályoszi, ez 10 szótakból áll. Erre példa Babics Mihálynak az Inhorácium című verse, és így jól lehet látni, hogy az utolsó két sort azzal különböztetik meg, ö, hogy beljebb kezdődik az első két sorhoz képest. Ezt a verszakot most időhiányában nem olvasom fel, de nyugodtan próbáljátok meg, és hasonlítsátok össze, az imént látott ritmus képlettel. Végül azzal fejezem be, hogy a verstanról nagyon sok kiváló művet olvashatok, hogyha valaki szeretne elmélyülni benne, ajánlom akár az interneten elérhető Csehi Zoltán és Polgár Anikó által készített gyakorlati magyar verstant, talán legnépszerűbb Magyarországon a Gáldi László ismerjük meg a versformákat című kötete, azonban ez már csak könyvtárakban elérhető. Köszönöm szépen a figyelmet!